1991 óta október 1-én ünnepeljük hazánkban az ország legidősebb polgárait. Mindez mára egész hónapon át tartó rendezvénysorozattá bővült, így van ez Kecskeméten is. Szombaton rendezték meg a Városi Idősek Napját Kecskemét megyei jogú város önkormányzata, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Idős Gondozó Szolgálata és a Nyugdíjasok Klubjainak megyei jogú városi szövetsége szervezésében. Az eseményen résztvevő több száz nyugdíjast az önkormányzat nevében Engert Jakabné alpolgármester köszöntötte. Önök azok a hídemberek, akik nap mint nap átadják azokat az értékeket, hagyományokat és tudást, egy szóval azt a bölcsességet, amellyel nem csak a jelen békéjét és biztonságát tudjuk megőrizni együtt gyermekeinknek és unokáinknak, hanem a jövőnket is be tudjuk biztosítani. A rendezvényen átadták a Kecskemét megyei jogú város idősügyi tanácsa elismerő okleveleit. Ezúttal négyen vehették át a kecskeméti idősekért díjat. Kisné Agárdi Erzsébet, aki felügyelőbizottsági tag a Nyugdíjasok Klubjainak megyei jogú városi szövetségénél, Gerhát László zongoraművész és tanár, karmester, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar újjászervezője és egykori vezető karmestere, Farkas Sándorné Kollár Erzsébet, a Békesszigete Nyugdíjas Klub vezetőségi tagja, valamint Gartner Walter, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének kecskeméti leköszönt elnöke. A díjátadó után a szervezők ajándékaként magyar nóta és operett gála műsort láthattak a megjelentek.